Szeretném bejelenteni, hogy a Mi Hazánk az egyetlen olyan párt, amelyik valódi, hasznosítható javaslatokkal áll elő a gazdasági válsággal szembeni küzdelemben. Olyan javaslatokat teszünk le az asztalra, és olyan javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek egyszerre segítik elő a hasznos értékteremtő munka elvégzését, az ehhez szükséges feltételek megteremtését. Több pénzt hagynak a munkavállalóknál, növekszik a munkavállalók fizetése, jövedelme. Biztosítja a vállalkozók egy része számára a mennyiségi és minőségi munkaerőt, illetőleg ennek folytán az ország leghátrányosabb térségeiben is képes javítani a közbiztonság helyzetét. Olyan javaslatról szeretnék most röviden beszélni, amelyhez nem feltétlenül szükséges törvény vagy alacsonyabb szintű jogszabály módosítása, elég lenne a jelenleg hatályban lévő szabályokat hatékonyabban alkalmazni. Éppen ezért erre fölhívtam a figyelmét Lázár János miniszter jelölt, hamarosan már miniszter úrnak, és egyeztetéseket fogok kezdeményezni, úgyis, mint a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezető helyettese és alelnöke, és úgyis, mint a Parlament Vállalkozásfejlesztési Bizottságának az elnöke. A közbeszerzési törvény hatékonyabb alkalmazásával a közbeszerzési rendszerben éves szinten elköltött több ezer milliárd forint felhasználása jóval hatékonyabb lenne. Nemes egyszerűséggel a kivitelezők vagy a beszállítók kiválasztásánál kiemelt szempontként kellene figyelembe venni a helyi vagy regionális munkaerő alkalmazását, magyarra fordítva csak és kizárólag olyan építési vállalkozók végezhessék el, akár az útépítési vagy magasépítési munkákat, vagy a nagy állami, akár több évig tartó infrastruktúrális beruházásokat, amely vállalkozások vállalják, hogy a beruházás teljes időtartama alatt a környéken állandó lakóhelyen rendelkező segédmunkások, betanított munkások, szakmunkások köréből a lehető legtöbbet alkalmazzák, és aztán természetesen a közbeszerzés eljárás eredményeinek kötött szerződésben magas hibás teljesítési kötbérhez kell kötni, hogy a vállalkozók ne tudjanak később kibújni ezen kötelezettségük alól. Így módon egyébként a kecske és óraknál is a káposzta is megmaradna, hiszen fel kell hívni a figyelmet az építőipar egyre katasztrofálisabb helyzetére, ugyanis már eddig az elmúlt fél évben 1100 milliárd forintnyi állami beruházást, építőipar beruházást függesztettek föl, és ez a szám jelentősen növekedhet az egyre mélyülő gazdasági válság miatt. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy az a munkaerő, amelyik eddig a nagyvárosokban, főleg Budapesten kapott munkalehetőséget, hazaáramlik főleg a észak-kelet-magyarországi szegényebb járások, falvak, kisvárosok területére, ne dologtalanul, munkanélküliként, jövedelem nélkül esetleg bűnözésre adja a fejét, hanem hasznos, értelmes munkát tudjunk számukra biztosítani. Ráadásul, amennyiben ezt a rendkívül egyszerű módszert, rendkívül egyszerű javaslatát a Mi Hazánknak a kormányzat megfogadná, úgy nem csak az előbb említett jótékony hatások következnének be, hanem egyébként a korrupciót is jelentősen lehetne csökkenteni, hiszen hogyha a helyi járási, regionális munkaerő foglalkoztatására kell fordítani ezeket a vállalkozói díjakat, vagy jelentős részben ezeket, akkor lényegesen lecsökken, vagy meg is szűnik az az összeg, amely esetleg amúgy a korrupció csatornáiban bűnös módon tűnne el. Úgyhogy erre igyekszem több gazdasági területre foglalkozó miniszter figyelmét felhívni, egyeztetéseket is fogunk kezdeményezni, annak érdekében, hogy a gazdasági válság következményeit minél nagyobb hatásfokkal sikerüljön tompítani.